A Hódvirágok vízse feletti nagy sziklafal és környékének feltárásáról beszámolnék, meg kell világítanom azon körülményeket, amelyek az ásatások megkezdését előmozdították. 1941 évi kora tavasza volt, amikor a Pomázi Klissza nevezett dombon, a község északkeleti oldalán megkezdtük a régészeti feltárásokat, az előző évek kutatásainak folytatásaként. Ezen munkák vezetője a Magyar Nemzeti Múzeum történeti osztályáról kirendelt, középkori szakon működő rékész, dr. Domanovszky György volt. Magam, mint a terület történeti voltának felfedezője, munkafelügyelőként működtem. Ugyanis a környékbeli vizsgálati feltárások 1938. évben általam kezdettek meg. Akkor dr. Nagy Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze vezette az ásatásokat. Tőle vette át 1940-ben dr. Domanovszky György az irányítást. Az igen siralmas, anyagi fedezet miatt csak vontatottan, több évre elhúzódva haladt a feltárás. Pedig a környék nagy kiterjedésű romterülete rendkívül gazdag, és nem várt középkori magyar leletanyagot szolgáltatott. Igazolva korábbi bejelentésemet régi Buda helyrajzi történetére vonatkozóan. Bejelentésem nem talált visszhangra, és egyedül maradtam megállapításaimmal, azokkal szemben, akik a régi Budát a mai Óbuda területére azonosítják, pontosabban Aquincum területére. Kiadott munkáink sorával, megtámogatva elképzelésüket. Így nem is csodálkozhatunk azon, hogy az itteni régészeti feltárásokra nem biztosítottak anyagi fedezetet. A szükséges pénzt magam koldultam össze, és a költségek csak kis hányada volt közpénz. A Pomász területén feltárt királynék régi budai várkastélya mozgásba hozta a történészeket és régészeket, főleg a Budapest Székesfőváros Régészeti Intézetének e tárgyban dolgozó szakembereit. 1941. évi tavaszán szinte pénz nélkül indultunk neki a feltárásoknak, és csak a véletlen szerencse hozta magával, hogy a HÉV vezetősége olyan anyagi fedezetet biztosított bizonyos időre, amely reményt öntött belénk. A sok jajgatás, könyörgés, kérés magával hozta azt is, hogy igénybe vegyük a sajtót. Így került a pomázi romterületekre többek között Olá György képviselő, az Új Magyarország szerkesztője, és Dalos Sándor szerkesztő. Meglepődve hallgatták a régi Budára vonatkozó helyrajztörténeti megállapításaimat, és eltűnődve nézték a feltárt két holdnyi területen a királynék Óbudai várkastélyának síralmasan elpusztult maradványait, valamint azt a rendkívül gazdag, 14. és 16. század eleje közé behatárolható leletanyagot, amely páratlan a maga nemében. Sok kérdés és felelet hangzott el, minden vita nélkül. Olá György tette fel az utolsó kérdést. Ha a királynék Óbudai várkastélya, ez a romterület, és az említett többi romemlék régi Buda jelentős épületeinek maradványai, akkor itt kell lenni Árpád fejedelem régen keresett sírjának is. Erre a válaszom más nem is lehetett, mint a következő. Igen. Minthogy itt vannak ezen történetileg jelentős romterületek Pomász körzetében, úgy itt van Árpád fejedelem sírja is, amelynek feltárásával történelmi múlt jelentős emlékei is megvilágosodnak. Újabb kérdés. Hát akkor miért nem indította meg Árpád fejedelem sírjánál a feltárásokat, ha így történeti ismeretekkel rendelkezik? Feleltem. Így is magamra hagyottan állok a történészek és régészek előtt, ezen történelmi romemlékek megvilágítása kapcsán, és ha előbb kezdtem volna helyi viszonylatban feltárni Árpád fejedelem sírját, nevetségtárgya lettem volna. Így azonban ezek a romterületek már bizonyságot szolgáltatnak arra, hogy itt kell lenni Árpád fejedelem sírjának is. Ha pedig ezt be tudom bizonyítani, úgy az sem lesz kétséges, hogy ezek a romok, régi Buda eddig hiába keresett maradványai. És hol van Árpád fejedelem sírhelye? Hangzott el. Szó nélkül Cikóvár, zárójel Karttal, felé mutattam.
Pár perc múlva vendégeim autójával a régi Magna Via Strigonián, Kuveazoa terében a holdvilágárok felé robogtunk. Csendben ültünk, a vendégek figyelmét a Tavárnok völgy csodálatos panorámája kötötte le, és nem is sejtették, hogy a térség már a Holtak nagy birodalmához tartozik. Kiskovácsi felett letértünk a műútról, és a holdvilágárok felé vezető hegyi úton ide-oda imbolyogva lassan haladtunk előre. Torinánál, zárójel Torhely, szálltunk ki, innen gyalog közeledtünk a hármas halom völgye felé. A helyszíne értünk a nagy sziklafal eltemetett előteréhez. Említettem, hogy már 1927-ben vizsgálati feltárással megnyitottam a szikla mélyébe vezető függőleges aknát. Fél órai helyszíni szemle után az autó vissza. Régi Buda rommaradványai felé robogott velünk Pomázon át. Sok kérdést intéztek hozzám, de igyekeztem elkerülni a felelteket, mert így is sok volt, amit megvilágítottam. Kanyaró Géza, a Szentendre Pilis hegyvidék című helyi lap szerkesztője is velünk volt, akit a látottak és a hallottak egészen extázisba ejtettek. Akkor nem gondoltuk, hogy ez az ember publikálás elsőségén töri a fejét, és meggondolatlan cselekedeteket fog elkövetni. A búcsúzásnál az újságírók örömüknek adtak kifejezést, hogy a helyzet valódi képét tártam fel előttük, és ezt megköszönvén kijelentették, hogy a legmesszebb menőkig segédkezet nyújtanak. Múltak a napok, semmi nem történt. Ám június 11-én nagy meglepetésemre Kanyaró Géza lapja Mitrasz sziklasírok feltárása Pomázon címmel ismertette a kiránduláson hallottakat. Túlozva, hogy több ezer pengő futott be az ásatás céljára, a korán beharangozott hír szerencsétlen helyzetet teremtett. A már úgyis erős ellenlábasaim minden lehetőséget megmozgattak, hogy a további kutatásoktól zárjanak el. A személyi harc megindult. A Magyar Tudományos Akadémián Simonyi barátom hívta fel a figyelmem, hogy elvágtam magam náluk, mert ajtóstól jöttem be bejelentésemmel a házba. A történészek és régészek pergő tüzébe kerültem. Egy ember állt mellettem. Bevilla de Aqua történész, de ez kevés volt az ellentábor meggyőzéséhez. Senki sem hallott meg, csak támadott, egészséges vita nélkül. Hiába volt minden erőlködésem. Sikerült kapcsolatot teremtenem Brestovsky Ede szerkesztővel, akinek elmondtam az eddig történteket, és megvilágítottam Pomáz és környéke rom és lelőterületeinek nagy jelentőségét régi Buda helyrajzi története szempontjából. Több kirándulást tettünk a helyszíneken, valamint a holdvilágárokban. Megértette a hely komoly régészeti és történeti vonatkozásait, és azonnal megkezdte ezek széleskörű ismertetését. 1941. év június 27-én a Nagy Budapest című labban 1000 éves sziklasír egy pomázi völgyben címmel mutatja be mindazt, amit a holdvilágárokban látott. Erre a cikkre, mintha elcsendesedett volna minden. Széles körülvé vált az érdeklődés, és sok lett a kíváncsi látogató. A Klissza-Dombi-Rom terület feltárása pénzhiányában félbeszakadt. Ez most szinte jól is jött, mert a figyelem a holdvilágárok felé terelődött. Budapest helyettes polgármestere, a magasépítési hivatal szakembereinek társaságában meglátogatta a területet. Zárójel. Ezt Brestovsky Edének köszönhetem. A vendégek meglepődve nézték és vizsgálták át a holdvilágárok vízesése feletti részt. Kérdések özönével választottak el. Úgy látszik, megértették a kapott adatok után, hogy helyes úton járok, mert a hely feltárásához szükséges anyagi fedezetről és a munka megszervezéséről kezdtek tanácskozni. Abban állapodtunk meg, hogy a feltárást megkezdem, melynek fedezetére egyelőre 20 000 pengőt bocsájtottak rendelkezésemre. És a munka meneténél a magasépítési hivatal szakemberei a rendelkezésemre állnak. A fővárosi vendégeken kívül jelen volt Brestovsky Ede, dr. Zicsi István, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, Percel Mór, a BSKRT vezérigazgatója, dr. Mészáros Gyula egyetemi tanár, Kanyaró Géza, a helyi lap szerkesztője és mások.
Dr. Mészáros Gyula, 1941. augusztus 1-én a Nagy Budapest hasábjain fejedelmi temetkezőhely a Holdvilágárok sziklasírjában. Címmel beszámol az ott látottakról. És rámutat komoly történeti jelentőségére. Ebből idézek. A belső kamranyílásnak falán egy mód felett érdekes, rövid felirat került elő. Az írásjegyek típusa, megállapításom szerint a népvándorlási korszak egyik legnagyobb jelentőségű kultúrkörébe valók. Az egy szóból álló szöveg megfejtése már is eredménnyel járt. Vizsgálatom eredménye szerint itt egy fejedelmi sír volt. A felirás erre utal. Zárójel dr. Mészáros Gyula az Ankari Egyetem tiszteletbeli tanára, a keleti ismeretek kiváló egyénisége volt. 1953-ban Törökországban hunyt el. A cikk újra mozgásba hozta a tudományos életet. Régészeket és történészeket. Mészáros Gyulát épp úgy támadták, mint engem. A régészeti kar teljesen elzárkózott a tárgytól, félve a kompromittálódástól. A főváros történészei egymás után adták ki ide vonatkozó tanulmányaikat azzal, hogy a helyes helyrajz történeti azonosítása a mai Óbuda területe. Belicki János, ifjabb Csemegi József, Gárdonyi Albert, Garádi Sándor, Kisházi Gyula és mások jelentettek meg tanulmányt régi Budára vonatkozóan, amik folyt a szócsata és a megbeszélt feltárás előkészítése, Kanyaró Géza szerkesztő bejelentette a történteket Pest megye alispánjának, Vitéz Endre Lászlónak, a megyei közgyűlés jelenlétében. Vitéz Endre László a szerkesztő társaságában még aznap felkeresett a Pomázi fa telepemen, és szemrehányásokkal illetett, hogy helyette Budapest székesfőváros vezetőségehez fordultam a feltárások érdekében. Elmagyaráztam a helyzetet, és hogy én senkihez sem fordultam kéréssel. Kijelentette, hogy az ásatásokat Pest megye fogja finanszírozni, és emiatt menjek velük a községi előjáróságra. A főjegyző, Arany János nem volt hivatalában, ezért Endre Alispán égtelen haragra gerjedt. Volt lótás-futás, és 10 perc múlva megjelent a főjegyző. Nem a legszívélyesebben üdvözölték egymást. Láttam, hogy Arany neheztel rám, aki abban a hiszemben volt, hogy én hoztam az Alispánt minden bejelentés nélkül a hivatalba. Később ezt el is mondta. Hiába volt mentegezőzésem, ő hajthatatlan maradt elgondolásában. Az Alispán és a főjegyző megbeszélték az ásatásnál fölmerülő költségek folyosításának módozatait. A község fizeti a költségeket, de a munkások fizetését, jegyzékét a vármegye veszi át, és a már kifizetett összegeket visszautalja. 1941. augusztus 5-én megjelent Magyarság teljesen helytelen beállításban hozta Vitéz Endre László szerepét a pomázi ásatásokkal kapcsolatban, és bejelenti, hogy Sashegyi Sándor pomásztő szomszédságában megtalálta a honszerző Árpád fejedelem sírját. Az egész újságcikk úgy van beállítva, mintha én jelentettem volna a dolgokat Vitéz Endre Lászlónak. Ezzel szemben a valóság az, hogy Kanyaró Géza eszkábálta össze a cikket, és juttatta el szerkesztőségébe. Már korábban megróttam őt, június 11-én megjelent cikkért, és felhívtam figyelmét, hogy a jövőben csak is a kéziratomat közölheti. Ezért a legutolsó holdvilágároki kirándulás után, amikor dr. Mészáros Gyula és a már az előzőekben említett jártak ott, Kanyaró Géza kért, hogy írjak egy pár sort részére, ami meg is történt. Augusztus 3-án személyesen adtam át kéziratomat, amelynek címe ez volt. Eltemettetett egy patak forrása felett. Írásom hűmásolatban jelent meg, de más címmel. Pomázon megtalálták Árpád fejedelem sírját. Tekintve, hogy Szentendre Pilishegyvidék heti lap volt, és csak augusztus 6-án jelent meg, így Kanyaró a Magyarság napilapot használta fel a szenzáció bejelentésére, nehogy mások megelőzzék. A nagy közönség és mindazok, akikkel kapcsolatot tartottam, mit sem tudtak erről a manőverről. Akiket meg tudtam nyerni ügyemnek, nehezteltek rám, hogy túl korán vettem a sajtót igénybe, és szenzációhajhásznak tekintettek. Sok baj és kár származott ebből, amit visszacsinálni már nem lehetett, mert Kanyaró cikkét a Magyar Távirati Iroda is átvette, és világgá röpítette. Az országban minden lap az első helyen közölte a szenzációs hírt. Még a külföldi lapok is átvették, és ismertették, hogy megtalálták Árpád fejedelem sírját.
Éjjel-nappal újságírók ostromoltak, teljesen elzárkóztam a publikációtól és mindenkit, az MNM történeti osztályához utaltam. 1941 év augusztus 8-án az Esti Kurír hasábjain jelent meg az első támadó cikk. Kovács Béla szerkesztő felkereste többek között Budapest Székesfőváros Régészeti Intézetének vezetőjét, dr. Nagy Lajost, aki a holdvilágárokkal kapcsolatban a következő nyilatkozatot tette. Az elmúlt napokban dr. Nagy Tiborral, a Régészeti Intézet ásatási vezetőjével kint jártam Pomázon, ahol megtekintettük azt a sziklafalat, ahol állítólag Árpád fejedelem pihen. Magunkkal vittük az intézet egyik kőfaragó szakértőjét is. Megállapítottuk, hogy a táj turisztikai szempontból rendkívül érdekes, régészetileg azonban semmit sem nyújt. A sziklafalon észlelt ledolgozás nyomai kétségtelenül emberi kéztől erednek, és 20-30 év előtti időben használt kőfaragó eszköztől származnak. A sziklafal külső oldalán látható úgynevezett írásjegyekre ugyanez a megállapítás érvényes. Ha valaki járt kint a holdvilágárokban, és ott egy kissé széllyel nézett, rögtön megállapította, hogy a fenti nyilatkozat nem helytálló. S ha érdeklődünk a község előjáróságánál az irányban vajon mikor volt használatban, mint kőbánya holdvilágárok környéki terület? Erre egy feletet kapunk, hogy emberemlékezet óta ott semmiféle bányászat nem volt. Hogy tisztán lássuk, tudnunk kell azt, hogy dr. Nagy Tibor még 1939-ben egy római romterületet tárt fel Pomázon. Ezt azonban félbehagyta, és Klissza Dombi középkori romterület vizsgálatához látott. Római rommaradványok után kutatva, ezzel természetesen a felső réteget, a középkori rom és lelet területet semmibe véve azt sok helyütt elpusztította. Emiatt nézeteltérés támadt közöttünk, amelynek az lett a vége, hogy az MNM főigazgatója a helyszínvizsgálat után dr. Nagy Tibor feltárását leállította. Erre Nagy Tibor párbajra hívott ki engem. Ebből azonban nem lett semmi, mert teljesen komolytalannak vettem mind a kihívást, mind pedig az ő egész pomázi szereplését. Így érthető, hogy minden lehetőt elkövetett személyem ellen, és hogy a holdvilágárok feltárását megakadályozza. A kellemetlenségek sorozatához tartozott az is, hogy éppen ebben az időben, amikor a fenti cikk megjelent, dr. Nagy Tibor Pomáz közvetlen határa mellett Budakalász Dolina völgyében végzett régészeti feltárást. Természetesen ez a terület a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztály alá tartozott. A dr. Nagy Tibor, mint a Fővárosi Régészeti Intézet beosztottja, ezen feltárást nem jelentette a Nemzeti Múzeumnál. Ennek következményeként a területről elpallentálták. Ez is az én rovásomra lett írva a Fővárosi Régészeti Intézetnél. Ezen dolgok megtörténte után már láttam, hogy a holdvilágároki feltárások finanszírozását a főváros vezetősége nem fogja eszközölni. Az idő rohant, és közeledett szeptember 1-e, amikorra be volt állítva a feltárások kezdete. Rengeteg munka szakadt rám, mert teljesen egyedül maradtam. A feltárási területen megindult az erdőfáinak, vad bozótjainak kitermelése. Munkások felvétele, szerszámok beszerzése, különböző engedélyek kieszközlése. Az újságírókkal való idők elfecsérlése. Kíváncsiak és érdeklődők hadával való foglalkozás. És emellett az ide vonatkozó történeti adatoknak begyűjtése mind-mind rám hárult. Szerencsémre Brestovszki Ede fáradhatatlanul dolgozott annak bizonyításán, hogy tudományos munkásságom komoly alapokon nyugszik. És azt széles körben ismertette. Rajta kívül akadt még több olyan személyiség, akik látva igazságom a hatalmas munka és állandó támadások mellett munkakedvet és erőt öntöttek belém. Többek között Zicsi István, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, dr. Mészáros Gyula tanár, Bevillakna dr. Gallus Sándor régész, dr. Rácz Elzsébet, aki a régészeti szakon végzett, de más irányban dolgozott, dr. Fleiszig József, az Angol-Magyar Bank igazgatója, aki magárégészként külföldi tapasztalataival volt segítségemre. Teleki József erdőmérnök, Kis Sándor mérnök, Kédli Károly gazdaságintéző, stb. Talán mégsem kezdődött volna a holdvilágároki nagy sziklafal előtti tér feltárása, ha a fentiek segítkezet nem nyújtottak volna. A legnagyobb baj azonban ott volt, hogy éppen a hivatásos régészek és történészek álltak el mellőlem, és nehezítették meg a feltárások megindítását. Mi az igazság a pomázi Árpád sír körül?
címmel a Függetlenségi Napilap augusztus 10-én megjelent cikkében számolunk be. Erre augusztus 12-én a Pesti Hírlapban dr. Nagy Lajostól kért újabb nyilatkozatot közöl Tobor Tibor újságíró. Közben dr. Nagy Lajost figyelmeztették, hogy vigyázzon, mert dr. Nagy Tibor adatai helytelenek. A megjelent cikk már teljesen más hangnemben foglalkozik a témával, ami a következő idézetből kiderül. Vajon kívánatos-e az, ha nem szakértő régészek, tehát néha hozzá nem értő műkedvelők is végeznek ásatásokat? Dr. Nagy Lajos felelete. Kívánatos, mert a múltban is a laikusok, tehát nem szakemberek számos bejelentése sok értékes leletet hozott a tudomány számára. Itt a laikus és nem szakember kifejezések még élesek. Pedig igen jól tudta dr. Nagy Lajos, hogy több mint egy évtizeden át dolgoztam régészek mellett a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályának égisze alatt önzetlenül, hogy felkészüljek egy nagy munkára. Ez azonban nem számított. Az egyetemi doktorátusi cím hiányzott, és ez már presztízs kérdés. Bonyodalmakat szokott előidézni, hogy laikus lép be ajtóstól. Ezt is meg kell érteni, Magyarországon vagyunk. Cikkünk nyomán megindult a vita Árpád fejedelem sírja körül. Címmel augusztus 13-án Kanyaró Géza cikket közöl a Szentendre Pilishegyvidék heti lap hasábjain. Hajmeresztő hazugságokat állít, ráadásul akkor, amikor már lassan elcsendesült minden. Ezt írja. A levet feltárására a vármegye 6000 pengőt, az MNM, Magyar Nemzeti Múzeum, szintén jelentős összeget biztosított. Már is. De Pomász község is anyagi áldozatot hoz. Az ásatásokat rövidesen megkezdik. Ezzel szemben a tényállás az, hogy a vármegye némán hallgatott a megjelent támadó cikkek után. A Magyar Nemzeti Múzeum pedig hallani sem akart a holvilágárokról. Pomázon még kritikusabb volt a helyzet. Arany János és Kuti István adóügyi jegyző a legszélesebb körben indították meg ellenem az aknamunkát. Ennek igen jó talaja volt a pomázi szerbajkú lakosság, akik közül állt fel a község vezetősége. Arany János jó barátai, dr. Szilágyi Zoltán Erdélyből ide származott múzeumigazgató, Pertinger Gyula órás és mások úton útfélen közpénzherdálónak, tudatlan fantasztának, egyszerű hajófűtőnek és egyéb másnak állítottak be. Kuti István kivált kép a munkálatok megindítását akadályozta. Egyedül Sárközi Károly volt az, aki nyíltan szembeszállt a fondorkodókkal. Egy községi testületi ülésen nyílt és éles vitára került sor, amit Sárközi Károly felszólalására hallgattatott el, és kérte, hogy a község emléknaplójában rögzítessenek a történtek. Így pár sorban egyhangú hozzájárulással megemlékeztek a községben lévő nagy jelentőségű felfedezésről. Látva az állandóan hullámzó helyzetet, 1941. év augusztus 25-én megindítottam a feltárást a holdvilágárok vízesése felett a nagy szikla felelőterében. Azonban sokkal kisebb apparáttal, mint azt terveztem, mert előrelátható volt, hogy ha bármely komoly lelet a felszínre kerül, az ásatást leállítják. Hát ennyi lett volna Sasai Sándor gáncsoskodásáról a beszámoló az ő kéziratai lapján. Köszönöm a figyelmet. Folyt Köszönöm.